Az MTV a fotóarchívumon nagyon fontos feladatot végez, a múlt történéseit kézzelfoghatóvá teszi a jelenkor és az utókor számára, ezzel pedig a történelem megelevenedik. Az eddigi gyűjtemény pedig nemrégiben keleti év alkotásaival is kibővült, hogy mekkora munkával jár a digitalizálás, az archiválás. Arról fogunk most beszélgetni Répesz Klipóttal és Tikos Dórával. Sziasztok! Sziasztok! 2006 óta zajlik a digitalizálás az MTV a fotóarchívumába, de most az előző két évben kicsit felgyorsultak a folyamatok. Minek köszönhető ez? Technológiailag azért elmondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedben azért felgyorsult ez a szegmens is, és olyan technológiák is rendelkezésre állnak, ahol nem csak a minőségen tudunk javítani, hanem a sebességen is. És igazából ezt fogtuk meg mi is, hogy most egy olyan technológiával dolgozunk, amivel nagyságrendekkel tudtuk felgyorsítani a digitalizálás menetét, hiszen eszméletlen mennyiségű fotonegatívot tárolunk, amit digitalizálni is kell. Mi ez a technológia? Most azért annyira nem menjünk bele így a gépészeti részébe, mert mi sem fogjuk érteni, meg szerintem azért a nézőnk többségeset, viszont hogyan kell ezt elképzelni, hogy eddig mondjuk mennyi idő volt az, hogy mondjuk digitalizáltatok egy fotót, és most ez mennyire csökkent le? Hát mindenki szkennelt bármilyen eszközzel, ami rendelkezésére állt, gyakorlatilag ehhez hasonlítható volt az eddigi metódus, amit alkalmaztunk. Ehhez képest, ami most rendelkezésünkre áll, az gyakorlatilag pár másodperc alatt egy kép elkészítésére is alkalmas, előtte akár egy perc is volt, hogy egy kép előálljon digitálisan, és természetesen az rosszabb minőségű is volt. Tehát ez azért nagyon fontos tényező, hogy be tudjuk fejezni ezt a munkát. Ugye az MTV-hez került a keleti év alkotásai, ez közel vagy több mint 200 000 fényképről van szó. Igen. Ennek hogy kell elképzelni ennek a digitalizálás, hogyan zajlódik? Hogyan zajlik? Hát kétféleképpen zajlik, mert ugye nálunk van a fiókban voltak már a régi anyagai 1976-ig, mert ő is MTI-s fotós volt, és amit most megvásároltunk tőle, az 1976-tól napjainkig. És hát ezt igaziból egyenként, tehát negatívonként átvettük vele, átnéztünk be, azonosítottuk, hogy mikor, kikkel, hova utazott, kik vannak a képeken, és így együtt dolgoztuk fel ezeket. Volt olyan, hogy Keleti Éva például rácsodálkozott egy-egy fotóra, vagy mondjuk eszébe jutott egy nagyon jó történet, és elmesélte neked? Nagyon sok történetet hallgattam végig az elmúlt egy évben. Húsz meg velünk is, akkor legalább egyet. Biztos nem lesz rá idő, de nagyon sok csodálatos történetet hallottam, és nagyon-nagyon jó volt vele dolgozni, mert pontosan ez, hogy olyan képek kerültek elő, amikkel ő is újraélte az egész alkotói munkásságát, amiket még nem látott, amik még nem szerepeltek. Igaziból ez is volt a koncepciónk, hogy amik még sehol nem jelentek meg, hogy ezeket mutassuk meg az embereknek, mert mégiscsak nagyon régi képekről van szó, amik eddig még ugye sehol nem voltak publikálva. Hát gondolom, ez rengeteg idő, amíg ezt a 2000 képet meg tudjátok fejteni, Lipót. Tart már ott a technológia egyébként, hogy meg tudja azt mondani, hogy hol készült a kép, vagy ki van rajta? Alkalmazunk olyan technológiákat, amik manapság nagyon népszerűek az információ technológia körében, tehát mi is használunk AI technológiákat, de főként mi arcfelismerésre és személy azonosításra alkalmazzuk, hogy ne azzal menjen el az idő, hogy azonosítsunk valakit a képeken, hanem ehhez technológiát is alkalmazunk. Ez egy főleg az informatikusoknak egy nagyon kedvelt kutatási terület, és azért itt áll rendelkezésre olyan méretű anyagmennyiség, amin nagyon jól lehet tanítani ezeket az algoritmusokat. Jelenleg kísérleti fázisban vannak ezek nálunk is, de nem sokára ez is produkcióba fog lépni az elkövetkező időben. Hogyha az egész MTV a fotóarchívumot nézzük, akkor milyen jelentőségű fotókról beszélünk? Melyek a legjelentőséggel belbíró fotók? Én úgy gondolom, hogy hírügynökség lévén itt az elmúlt évszázad történelmi eseményei mutatkoznak meg, tehát nem feltétlenül a beállításon, vagy éppen azon a hangulaton van a hangsúly, hanem az eseményen. Így szerintem minden kép, ami az archívumban van, az önmagáért beszél, és egy-egy történetet mesél el. Ezt lehet nézni kulturális szemszögből is, lehet nézni esemény oldalról is, azért közel 13 millió fotónegatív áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezeken elmélázzunk, hogy melyek azok a történelmi jelentésű képek, de
Dóra bizonyára tud mondani olyan képeket, amelyek sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak így az elmúlt időszakból. És ugye még folytatjátok Évával a közös munkát, a megfejtéseket. Miben rejlik vajon Évának a jelentősége, a munkásságának a jelentősége? Hát mindenféleképpen a kór, amit fölölel az ő munkássága. Tehát, hogy az elmúlt 70 évben ő mindenhol ott volt, jelen volt, fényképezett. Ez mindenféleképpen egy hatalmas dolog szerintem, mert láthatóvá válik a országunk, ahogy épült, az emberek, ahogy éltek. Tehát ezt a feldolgozás során is nagyon nagy élmény nézni, és szerintem ez, hogyha látható lesz, ez nagyon-nagyon nagy dolog lesz így egyben. Most viszont látható közel 70 fotó, vagy közel 90 fotó látható most Keleti Éva kiállításán, amit hál' Istennek most meg is hosszabbítottatok, hiszen szeptember 10-ig lehet ellátogatni az Arany 10-be. Milyen fotókat válogattatok ki, és egyáltalán ebből a hatalmas munkásából hogy lehetett ezt a körülbelül 90 fotót kiválasztani? Hát ez nagyon nehéz volt. Tehát ez volt a legnagyobb munka, hogy a 400 ezer képből 94-et hogy hozunk össze, és néha nagyon nagy pánik voltunk, hogy ez kimarad, ennek ki kell maradni, amikor ez nagyon szörnyű, de hogy ezek láthatóak lesznek úgy, hogy amik meg a falon vannak, azok nagyon nagy örömet okoztak az embereknek, ahogy az Évához szóltak, ahogy láttam, hogy reagálnak, az is nagyon jó dolog volt. És vajon hány évnyi munka van még az archívum előtt? 42. Ha csak a digitalizálást nézzük. Akkor mondjuk a fiatal egyetemisták, akik hozzátok mennek dolgozni, akkor a nyugdíjig akár simán digitalizálhatják a fotót. Itt egészen biztosan. Tehát azért itt ez a 13 millió fotó negatív, még akkor is, hogyha havonta 30 ezer képet tudunk szkennelni, akkor is nagyon sok idő. És nem csak ez fogja meghatározni az előttünk álló feladatokat, hanem ennek a feldolgozása. Tehát ez azért elmúlt 100 évnek az anyagait látjuk, és ezt most kell nekünk ledolgozni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és további sok munkát kívánunk nektek, köszönjük.